hosszantartó frontmentes időszakban vagyunk. Üdvözlöm az M1 nézőit, Fejős Ádám vagyok. Ezt a frontmentes időszakot pedig az garantálja, hogy bár azért a kontinensen látható, hogy vannak légköri frontok, de tőlünk északra, észak-keletre egy anticiklon található. Ráadásul ez egy elég stabil anticiklonnak tűnik, még napokig itt marad, vagy legalábbis a helyzetét nagyon nem változtatja. És ennek a peremén vagyunk, ezért a keleti, délkeleti szelek dominálnak, a keleti áramlás pedig éppen a nyugat felől érkező ciklonok és azok frontjai ellen dolgozik, tehát lelassítja azokat, bár nedvességet szállítanak a közelünkbe, de front átvonulás nem lesz. A frontok közelsége ugyanakkor azért a Dunántúl nyugati, délnyugati részein előfordulhat, hogy okoz csapadékot ma és holnap, de nagy mennyiségben nem. Erre inkább Szlovéniában, Ausztria egyes részein és Horvátországban kell számítani. Ahogy ez a nedvesebb léghullám átlépi a határt, úgy el is gyengül, és egyre inkább olyan gyengébb esőt, kisebb záporesőt okozhat. Kezdetben nyugaton, északnyugaton, aztán később a Dél-Dunántúlon. Ezzel szemben napos idő várható az ország középső, keleti és északkeleti részein, így a Kárpát-medence nagyobb hányadában a nyugodt, szép napos idő lesz a meghatározó. A légmozgás átmenetileg megélénkülhet itt a Partium északi részein, sőt Észak-Kelet-Magyarországon, a főváros tágabb környezetében és az Észak-Dunántúlon, akár arra felé még az esti órákban is lehet egy-egy élénk keleti fuvallat. A hőmérséklet a borongósabb, felhősebb, csapadékosabb részeken 15 fok alatt várható, míg általában 14 és 18 fok közé emelkedik. Ami a folytatást illeti, nagy izgalmakról nem tudok beszámolni önöknek, ennek pedig az az oka, amit említettem is korábban, hogy továbbra is az anticiklon hat ránk légköri szempontból. Bár pénteken még a Dunántúlon lehet átmeneti felhősödés, és további gyenge eső vagy kisebb záporeső előfordulhat, éppen ennek okán, mert több lesz a felhő nyugaton, melegebb is lesz, akár 9-10 fokos minimum hőmérséklet is elképzelhető. Aztán később szombaton, vasárnap szárazabb levegő érkezik a Kárpát-medencébe. Talán a hajnalok maradhatnak ilyen melegek, azaz 5 fok feletti minimum elképzelhető, de már a legtöbb helyen 5 fok alatt leszünk, és napközben is, bár lesz egy kis ingadozás a hőmérsékletben, döntően 13 és 19 fok között valószínű. Érdemes kihasználni ezt a szép időt, ha nem a hétvégén, akkor a jövő hét első napjaiban is ezt még meg lehet ejteni. Az elmúlt napokban a legzordabb arcát fordította felénk a természet, különösen az Egyesült Államokban. Múlt héten, magyar idő szerint, csütörtök hajnalban 200 km/h meghaladó széllökésekkel és kiadós csapadékkal csapott le Floridára a Milton hurrikán, ezt láthatják is, elképesztő pusztítást, megrongálódott épületeket és áradásokat hagyva maga mögött. A tomboló trópusi ciklon halálos áldozatokat is követelt. Az idei hurrikán szezonban fontos tényező az úgynevezett La Niña jelenség, a passzát szélrendszer átmeneti gyengülése, a szokásosnál melegebb tengerfelszínt eredményez. A pusztító Helen hurrikán utódja Milton is trópusi viharként indult, de mielőtt elérte volna Floridát nyugat felől, 5-ös kategóriájú hurrikánnál erősödött. Középpontjában a légnyomás október 9-én 948 millibárra csökkent. Ahogy elérte a szárazföldet, jelentősen gyengült a felszíni surlódás, valamint a bepárolgó víz utánpótlásának hiánya miatt. A legyengült ciklon végül tovább haladt északkelet felé, majd az Atlanti-óceán felett október 12-én Bermuda szigeténél szűnt meg teljesen, így viharként tombol már a messzi távol. Felhőtlen időtöltést kívánok! Viszontlátásra!